A Magiszter Alapítványi Iskola a Tiszavasvári Sportklubbal együttműködve több korosztályos futballcsapatot versenyeztet. A Bozsik programban 7-től 13 éves korig szerepelnek a gyerekek, a 14 évesek a megyei bajnokságban rúgják a labdát, a megyei futszál bajnokságban pedig három csapat játszik. A vasváriakat már régóta hívták az eperjesi tornára, az elmúlt héten pedig egy támogató segítségének köszönhetően el is utaztak Szlovákiába. 6 országból jöttek csapatok, több korosztályból 7-től 13 éves korosztályig. 94 csapat volt, egy fantasztikusan jól szervezett, pörgős torna volt, megfelelő ellátása, nagyon jó hangulatú, nagyon kedves vendéglátása. Kicsit félre mentünk ki, mert ugye benne van a mi sportolóinkkal szemben a sztereotípia az emberekben. Mi is féltünk, hogy a viselkedésük milyen lesz ugye idegenben, nem itthon voltunk külföldön, de hál' az égnek nagyon jó viselkedtek a srácok, nagyon jól futballoztak. A vendéglátóink, illetve a többi csapat is, akik ott a tornán szerepeltek, már a végén majdnem, hogy barátként üdvözölték a srácokat, akik hogy együtt játszottunk. Az U13-as korosztályban 14 csapat lépett pályára, a tiszavasváriak a várakozásokat felülmúlva bejutottak a legjobb 8 közé. 5 meccset játszottunk, pénteken játszottunk 3 meccset, a zsinórban mind a 3-at végig is nyerték, illetve szombaton volt 2 meccsünk még, amit már sajnos elvesztettek, bár igazából akkor már legjobb 8 csapat játszottak, tehát ott már nagyon-nagyon jó csapat volt mind a 8. A gyerekek számára is nagy élményt jelentett az, hogy külföldön léphettek pályára. Nagyon jól éreztem magamat, sok meccsünk volt, 5 meccsünk volt, abból nyertünk 3-at, pénteken, szombaton 2-t vesztettünk. A pedagógusok szerint a sport jó hatással van a gyerekek tanulmányi eredményeire is. A sporttal tanulnak önfegyelmet, fegyelmet, kitartás, csapatjáték, tehát ennek mind pozitív jó hatása van a tanulmányi munkára is. A fiúk kimondottan szeretnek focizni, kosarazni, kosárcsapatban még a lányok is járnak, valamikor még lányfutballcsapatunk is volt. Mi gyerekeink szeretnek nagyon sportolni, ez egy kitörési lehetőség nekik. A magiszteres csapat a következő eperjesi tornára is meghívót kapott, és elképzelhető, hogy addig ők is vendégül látják a legutóbbi házigazdát.